Itt van már velem szemben Szalma István, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke, és hát nagy szeretettel köszöntöm itt nálunk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Pont egy szerencsés helyzet, hogy itt az iskola kezdés után ennek az idején tudunk beszélgetni. Az Egyházmegyében is a szokásos módon indultál nyitó szentmisével a tanév, az iskola kezdés? Nálunk egyházmegyei hagyomány az, hogy nem a tanév hivatalos nyitásakor szeptember 1-én van a közös Veni Sanctánk, hanem mindig másnap és akkor is délután a püspöki székvárosba, ami régebben, korábban a Bazilika Székesegyházban volt, de évekig a felújítás során zárva volt a bazilika. Most eljött az idei év, hogy visszamehetünk, de most már nem tudunk visszamenni, mert olyan mértékben megnőtt a tanuló létszámunk, hogy legjobban a Prohászka templomban férünk el. Úgyhogy az hát idén is ott van. Hát ez egy örvendetes dolog. Ott tartottuk az idén is ezt a Veni Sanctét, ahol minden intézményünk képviselte magát, óvodától gimnáziumig, küldöttségekkel jöttek az iskolák, megtöltve a Prohászka templomot, képviselték azt a 5091 gyereket, aki elkezdte a szeptember 1-én a tanévet, illetve a nevelési évet a óvodáinkban, és azt a 578 pedagógust, ebben benne van óraadótól elkezdve minden óvónőtől a gimnáziumi tanárig mindenki, akik a gyermekeknek a nevelését, oktatását végzik az Egyházmegyében. Mi az általános körkép itt a Székesfehérvári Egyházmegyében? Látható egyfajta bővülő tendencia itt az oktatási intézmények terén? Hát nagyon hosszú időn keresztül, 90-ben indultak első iskoláink rendszerváltozás hajnalán, és hosszú időn keresztül 11 intézményünk volt. És a 2010-es évek elejétől volt egy fokozatos bővülés nálunk. Ugye megváltozott a jogszabályi háttér is részben, ez is indokolta, megkönnyítette ezt a folyamatot, és nagyon nagy volt az érdeklődés. Tehát sok intézményt nem tudtunk át, ez nem azt jelenti, hogy ennyi volt összesen az érdeklődés, hanem ennyit tudtunk megnyugtatóan átvenni, ahol a feltételek adottak voltak. Tehát gyermek utánpótlást tekintve, helyi elfogadottságot tekintve, tehát a szülőknek a nagy elsöprő többsége támogatta aláírásával ezeket az intézmény átvételeket. Vettünk át alapítványtól is több intézményt, nem csak tankerülettől, mint fenntartótól, illetve egy volt a Pilis Csabai Pádói Szent Antal Gimnázium Művészeti Iskola, amit szerzetesrendtől vettünk át. Az összes többi az tankerületi fenntartásban volt. Akkor abszolút lehet mondani, hogy akkor bővül ez a kör. És ugye azért is mondtam, hogy jó, hogy itt az iskola kezdés idején tudunk beszélni, és azért kérdeztem, hogy a megszokott módon indult-e az iskola év a tanévkezdés Veni Sanctéval, mert hogy azért volt egy olyan egy-két év, ugye, amikor sajnos a Covid világjárvány ezt azért keresztül húzta. Itt az egyházmegyei iskolák, oktatási intézmények hogyan tudtak ehhez adaptálódni, és aztán mi az, amit ebből tovább visznek? Hát két olyan tanév volt, amit a Covid meghatározott jelentős mértékben, megnehezítve nyilvánvaló a jelenléti oktatás szüneteltetése, újraindulás rapszodikus és kiszámíthatatlanná tette a tanítási munkát. Programjainknak a nagy részét törölni kellett. Ugye ezt úgy mondom, tehát sajnálattal mondom, mert ez egy formát adott az intézményeinknek, ez az idén is a munkatervünkben, amivel indultunk a tanév elején. Ugye 31 kiemelt program van, ebbe 17 a Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóságnak, a értekezletek, a egyéb programok, zarándoklat, tanulmányút, nálunk ilyen is van a vezetők részvételével, püspöki biztosok részvételével, illetve tanulmány és sportversenyek. Ami minden hónapra, tehát 14 lesz ebből tanulmány és sportversenyből, nem
olyan nagy volt az érdeklődés és a szándék az iskolákban, hogy, hogy van, amit nem rendezünk minden évben. Mert nem lehet, tehát havi egy másfél alkalomnál többet nem lehet, mert hát ott vannak az egyéb feladatok. Főleg az idei tanévtől, az oktatási hivatal illetékesen tájékoztatott minket, igazgató értekezleten a Kapiban, hogy, és ezt ismerik a jogszabályt, a tanévrendje rendeletet, hogy nem csak a hagyományos kompetencia mérések lesznek, hanem bemeneti mérések, kimeneti mérések már az első fél évben is lesznek. Tehát mindez, és akkor ott van még az a kihívás, amit minden tanév jelent. A gyerekeknek a felkészítésre, a továbbtanulásra integrálni, új intézményeket integrálni, tehát nagyon szertágazó feladatunk van. Hogyan szólítják meg, vagy tudják megszólítani, vagy a kapcsolatot tartani, nem csak a diákokkal, hanem az ő családjukkal is? Tehát van-e egyfajta törekvés arra, hogy a szülőkkel, a családdal, a családi háttérrel is meglegyen az együttműködés, vagy a közös nevező? Hát van olyan is például, amit talán más, ugye egyházmegyben nem tudok ilyenről, de hát nálunk a első Magyar Szent Család ünnepe november elején, amikor a püspök úrnak a szándéka szerint minden intézményünkben családok képviselik az intézményt, tehát ahol jönnek a szülők is. Ez egy nagyon fontos meghívás, és a közbenjárását kérve az első Magyar Szent Családnak azért, hogy megerősödjenek a magyar családok, hogy a szülők ki tudjanak tartani egymás mellett a gyermekeknek ezzel példát adva. Tehát ez egy nagyon fontos üzenete van ennek, és az intézményeink maguk is hát ugye nagyon sok mindent a saját hatáskörükön belül tesznek, tehát ez nem az EKIF-nek a közvetlen ráhatása, de ez például, mint az első Magyar Szent Család, és egy irányt mutat püspök úr részéről, ami nyilván kihívás és feladata az intézményeinknek is. István véleménye szerint, vagy szavaival, hogyan fogalmazná, hogyan foglalná össze azt, hogy milyen előnnyel indul az életben az a gyermek, aki egy olyan iskolában, oktatási intézményben cseperedhet fel, adott esetben akár óvodától egészen érettségig, ahol a hitrenevelés, a hit, az Isten kapcsolat a mindennapok, minden perc és órában ennek a része. Hát én nekem, és talán nem, ez nyilván nem csak az én véleményem, de meggyőződésem, hogy nagyon nagy segítséget ad az, hogy szemben és ellenben az általános, ugye emlékszünk még a 90-es évek túlhangsúlyozott semleges, úgynevezett semleges oktatásra. Tehát aminek az volt a célja, mindenről lehet beszélni, csak a lényegről nem. Tehát a lényeges az élet, miért élek? Hova tart az életem? Mi az életemnek a célja? Hasonló. Tehát miért éppen itt vagyok? Milyen kötelezettséggel jár ez az itt létem? Nem csak jogaim vannak, hanem kötelezettségeim is. Tehát ez, hogy egész kicsi kortól az életkornak megfelelően megkapja azokat a muníciókat, amik majd elviszik egy megalapozott döntéshez felnőtt korban, ez egy óriási szerepe a mi intézményeinknek. És ehhez mindent meg, tehát érzelmi kapaszkodókat. Tehát nem tudjuk, hogy mit hoz majd, ugye a mi hitoktatásunk, a deklarált a szentségi hitoktatás, tehát a szentségek vételéhez próbáljuk meg elvezetni a hozzánk jövő gyermekeket, hogy ezeknek a vétele milyen belső töltetet ad a gyerekeknek, a életének a konfliktusos, nehéz döntéseinél, hogy mikor tud ebbe belekapaszkodni, hogy milyen örömteli pillanatok voltak az életébe, hát ez a célunk, hogy ezt megtegyük. Tehát nem csak az, hogy most egy korrekt természettudományos oktatást végezünk, mert ez nyilván erre ez az alap talán. Fontos. Igen, ezt meg kell tennünk. Igen. Hanem azon túl még hát ez a lényeghez elvezetni a tanulókat. Mindig az életkoruknak megfelel. Ugye, azért ahhoz, hogy ez a misszió
ez a cél, ez megvalósuljon, ehhez ugye kellenek a mentorok, az olyan lelki hátteret nyújtó tanárok, oktatók, amiknél, vagy akik nélkül ugye ez megvalósíthatatlan. Tehát ugye a tanárhiány jelensége az ugye az egész országban érezhető, mennek a tüntetések, nem tudjuk, hogy milyen irányban megy ez az egész tovább. Itt a Székesfehérvári Egyházmegye területén az oktatási intézményekben is van egy ilyen tendencia, tehát érzékelik a tanárhiányt. Mit lehet ezzel kezdeni? Hát érzik, tehát mindent megteszünk, hogy legalábbis így koordinálva a feladatokat, osztozva a nehézségekbe. Van minden évben pedagógusok számára lelki gyakorlat, amit a egyházmegye szervez. Ez nagyon régi, tehát már 20 éve megy. Nagybőjt első hétvégén. Meg időpontja is megvan. Ez egy kiváló alkalom a Nagybőjt kicsit, hogy az ember önmagára tekintettel legyen. Ott megpróbálunk olyan muníciót adni, hogy tényleg fel tudjanak készülni, tehát ne hezitáljanak, hogy most hogyan kell képviselni. Nem matematikai, hanem matematikát kell korrektül tanítani, de mindenhol a hitnek jelen kell lenni. Tehát ott kell mögötte lenni, nem direkt, hanem sokszor indirekt módon. És a lelki vezetői az iskoláknak a püspöki biztosok, akiket a püspök úr nevez ki, bíz meg ezzel a feladattal, ott a helyi döntéseket ők hozzák meg, a szentséghez járulás mikor, hogy, stb. Ez az ő kompetenciájuk. És az, hogy ezeket a feladatokat hogyan és kik látják el, az nálunk is gond. Tehát bár nagyon eltérőek a helyzetek. Ezt azért mondom, az egyházban ugye intézmény Ráckevétől Tatabányáig, persze, óriási területet, igen, egészen más egy mezőföldi, esperesi keleti populáció, mint a Buda környéke. Vagy a budai agglomerációban vannak a legnagyobb iskoláink, Budakeszi, Pilis Csaba, Érd, Budaörs, tehát itt mindenhol van sok száz gyerekkel, nagyon sok családot el tudunk ezzel érni, tehát van elit körbe tartozó intézményünk is, és vannak, ugye leszakadó Nagykarácsony, Valsó Szent Iván, ilyeneket vettünk át. Tehát ez is egy óriási dolog volt, ugye püspök úr részéről, hogy az volt az első, hogy a Zarándokhelyen intézmény működött, Valsó Szent Iván, a Fatimai Boldogasszony általános iskola és óvoda, most már óvoda is, mert tavaly már az óvodát is átvettük. Tehát az egész környék. Ezek nagy bázisok, és küzdünk ezzel a hiányjal, de ez még nem akadálya a jogszerű és magas színvonalú működésünknek jelen pillanatban. De ez nem is kérdés. A beszélgetésünk zárásaként én azért minden reménnyel és minden hittel kérdezem azt, hogy azért itt a jövőben, tehát a következő tanévben, a következő tanévekben, itt a Székesfehérvári Egyházmegye Oktatási Intézményeiben, ezeknek az igazgatásában, rendezésében, mik a legfőbb irányok, mi az, amire legfőképpen figyelnek, fókuszálnak, mik a legfontosabb vezérelvek itt a következő néhány évben? Hát az előbb említettem talán röviden, hogy az, hogy átvettünk viszonylag nagy számban iskolát, főleg mezőföldön. Ezeknek az integrálása a mi rendszerünkben ez nem egyik napra, a másik napra történő feladat. Tehát ott a szemlélet, a régi gyakorlat, a régi problémakezelés. Tehát ezeknek az átállítása az egy hosszú folyamat. Tehát ez minden esetre kihívás. Másik kihívás az, hogy több intézményünkben zajlik a bővülés, tehát feladatbővülés, nem az, hogy újat veszünk át, hanem több iskolánk át 9. osztálytól 12-ig bővítette a képzését, tehát gimnázi érettségit adó képzést ad, Székesfehérváron, Tatabányán, Érden, most zajlik a Viatorbágyinak az elindítása, nem kis nehézségekkel, tehát erre van igény, hát amire igény, azt kell tennünk. Tehát ez egy nagy kihívás. Minden, és nem beszélek a háború következményről. Hát tehát az, ami az egész köznevelést érinti, nem tudjuk, hogy mivel fog ez még járni. Igen, de egyébként, hogy ha már szóba került, vagy szóba hozta is van, de hogy igen, tehát hogy az egyházi iskolák vezetésének itt a háború árnyékában, tehát mi mondjuk kommunikációs és nevelés, és mindenféle szempontból mi a legfontosabb, ahogyan ezt kezelni kell? Hát az, mi a békét szorgalmazunk, azért imádkozunk,
szeretnénk a munkánkat végezni. Reméljük, hogy ugye itt ez más hatása nem lehet, csak olyan hatása, hogy esetleg financiális problémák merülnek föl. Tehát ami előbb kérdezte ezt, hogy a tüntetések, meg stb. Ugye nálunk ez nem... Mi ugye a püspöki konferencia és kezdeményezett egyeztetést bér, meg hasonló ügyekbe, hát mi az ő irányításukkal vagyunk részbe, hát mi ezt az utat járjuk. Tehát nem élezzük a helyzetet, hanem a közös megoldást igyekszünk keresni. A béke jegyében történik, és folyik tovább minden. Te Székesfehérvári Egyházmegyében is köszönöm szépen. Szalma István, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött. Én megköszönöm a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.